Szeptembertől is szeretnénk kedves nézőinket a filmek világába kalauzolni. Ám Cinemagenda New címmel ezentúl a mozikban aktuálisan látható új alkotásokra helyezve a hangsúlyt. Elsőként az Ad Astra Út a csillagokba sci-fi kalandfilmet ajánljuk, melyet James Gray rendezett. Az alkotásról Domján Zsombort, a Fontana Filmszínház munkatársát kérdeztük. Brad Pittnek a idei második nagy filmje Ad Astra Út a csillagokban. Idén évelején kellett volna januárban a filmet bemutatni. Bemutatót azt elcsúsztatták májusra, onnan pedig a most szeptemberi időpontra. Az életét a tudás megszerzésének szentelte. Központ, veszed az adást? A film maga annyiról szól, hogy a Brad Pitt által játszott karakternek az édesapja eltűnik, az űrkutatáshoz van őneki a munkájának köze, és 30 éve, ez az eltűnés 30 éve történt, és Brad Pittnek megromlik a feleségével a kapcsolata, elválnak, és fölkérik, hogy ugye életjelet adott az apja magáról, őt a Tommy Lee Jones játsza, hogy menjen el, kutassa föl. Ezáltal egy magányos expedíciónak indul az univerzumon keresztül a főhősünk. Az mellett, hogy úgymond egy külső, még egy belső utazást is tartogat, tehát nem egy kifejezetten popcorn mozinak lehet mondani ezt a filmet. Velencei Filmfesztiválon bemutatták, pozitívak a visszajelzések, megjöttek a magyar kritikák is hét elején pozitívak, de nem látványfilmre számítsanak az emberek. Próbálja meg leírni az aktuális mentális és érzelmi állapotát. Remekül vagyok, és úgy érzem, képes vagyok folytatni a munkám. Film érdekességéhez hozzátartozik, hogy az Ad Astra maga az egy latin kifejezés, és annyit takar, hogy csillagok közé. Ami még hozzátartozik az elkészítésének, hogy a készítők törekedtek, hogy az űrfizikáját a lehető legreálisabban mutassák be a nézőközönségnek. Viszont van egy jelenet, ami meghazudtolja a fizikát, az pedig, amikor a főhős elsírja magát, ugye normál esetben a könycseppeknek lebegnie kellett volna, viszont a rendező döntött úgy, hogy annyira hitelesen játszotta a Brad Pitt ezt a jelenetet, hogy nem vették újra, nem nyúltak hozzá digitálisan, tehát ott egy kicsi gravitáció meg fog jelenni a filmben. Nálunk itt Hévízen csütörtöktől 19-től látható a film, két héten keresztül lesz műsoron október 2-áig. Ad Astra, Út a csillagokba. Egy gyilkos világban éltem. A szeretteim a szemem láttára haltak meg. Következő alkotásunk a Rambo 5 utolsó vér. Ötödik alkalommal is Sylvester Stallone alakítja a legendás John Rambo-t és az 1982-ben indult sorozat utolsó epizódjának forgatókönyve is az ő nevéhez fűződik. A film rendezője Adrian Grunberg. A Rambo 5 utolsó vérbe még utoljára visszatér Sylvester Stallone az egyik ikonikus szerepére, eljátsza a vietnámi háborús veteránnak az utolsó történetét. Érdekesség a filmmel kapcsolatban, hogy ugye amit Rambo címen ismerünk, az első filmnek első vér volt a címe, és ugye ezelőtt tisztelegve, hogy lezárja a Rambo szériát, utolsó vér lett a filmnek az alcíme. Film története, a Rambo nyugodtan éli minden napjait, viszont a bejáró nőjének az unokáját elrabolja egy drogkartel, és ő utánuk ered földeríteni, hogy hova tűnt az unoka, és kiderül, hogy ez a drogkartel nem csak drogokkal, hanem emberkereskedelemmel is foglalkozik. A filmet tavaly október 2-án kezdték forgatni, december 4-éig tartott a forgatás, majd idén májusban volt egy minimális utóforgatás. Ugye tervek szerint, ahogy az elején mondtam, ez lesz az utolsó Rambo film, de mint az előző végén Stallone nyilatkozta, hogy ha úgy alakulnak a bevételek, akkor lehet, hogy lesz még Rambo film. Rambo 5. Utolsó vér. Sarokkal, térdel. Innen indulhat a pillangó. Beakaszt,
keresztez. Jennifer Lopez főszereplésében a Wall Street pillangói szintén egy új alkotás. Szeptember 19-től október 2-ig látható a film, 18 órától a Hévízi Fontána Filmszínházban. Wall Street pillangói egy olyan valószínűleg megtörtént eseményen alapszik, ami 2005-ben fedett föl egy luxusklubban táncoló hölgyemény, hogy milyen tervvel fosztották ki a gazdag embereket. Történetében egy striptease bárba járunk, ahol a befolyásos Wall Street-i üzletemberek töltik az estéiket, és a táncos nők kiszagolják a pénzszagát, és egy csavaros tervvel elveszik az ügyfeleiknek a pénzüket. Ugye ez egy New York Times cikkben derült ki ez a történet a valóságban, hogy ilyen létezett, de úgy, hogy azóta már visszavonta a nyilatkozatát ez a hölgyemény, aki kiadta, hogy mi történt. Több, úgymond híresebb zenei előadó is részt fog venni a filmben, például Cardi B, és a forgatás idén tartották, március 22-től május 4-éig. Amerikában bemutatták az előző héten a filmet, és az adott heti box office listán az élen végzett. Ezek szerint bejött neki. Wall Street pillangói. Álmomban, Amsterdamban viszont láttam anyámat. Láttam a gyönyörű, halványkék szemét. Erről a képről meséltem. Amikor meghalt, elveszett minden, ami egy boldogabb világba vezethetett volna. Az Aranypinty egy New York Times bestseller és Pulitzer-díjas regény alapján készült. A filmet John Crowley rendezte, a főszerepben Nicole Kidman látható. A történetben egy híres New Yorki múzeumot bombázás ér, felrobban, rengetegen meghalnak ennél a katasztrófánál. Egy 13 éves kisrác túléli, aki egy német szerzőnek az Aranypinty nyelvű kis festményét akkor el is teszi magával. Ugye ő elveszíti az édesanyját, és a fiatalembernek az életét követhetjük nyomon, mégpedig olyan kalandokba keveredik, hogy Las Vegasba tart az édesapjával, ahonnan aztán jómódú nevelő szülőkhöz kerül, majd a végén elkezd műkincs hamisítással foglalkozni. Oscar esélyes drámának tartják. Amerikában a bemutatón csúnyán elhasalt, a stúdió magát a nézőközönséget hibáztatja, hogy a jelen állapotában, ahogy most a filmvilág bevételi adatok zajlanak, ilyen filmekre nincsen igény. A főszerepbe, vagy az egyik főszerepbe ugye Nicole Kidmanre mondta a rendező azt, hogy élete talán egyik legjobbját alakította. Kérlek, mondd, hogy nem igaz. Az Aranypinty. Békén hagyná a gyerekemet? Bocsánat. Utolsó aktualitásként a Joker című amerikai filmet ajánljuk, melyet október 3-ától 2 hétig vetítenek a Hévízi moziban. A főszerepet Joaquin Phoenix alakítja. 2009 után ez a más 2009-es Watchmen után a Warner Brothersnek ez a második ilyen komorabb felnőtteknek szóló képregényfilmje. Történet szerint Arthur Fletcher egy nem túl sikeres stand-upost alakít, aki aztán a saját elméje bugyraiba elveszik, és teljesen megőrül. Tehát, hogy
maga a tömegbe is magányosan érzi magát, és teljesen a világtól elfordul. Maga Phoenix a szerepér 20 kilót fogyott saját elhatározásból, nagyon rákészült. Eddig, hogyha visszatekintünk az eddigi Jokerekre, akiket filmvásznon lehetett látni, mind Oscar-díjas színészek, ugye Heath Ledger posztumusz kapta meg az Oscar-díjat, sokat várunk ettől a filmtől, egy igazán jó karakterdrámát. Batman nem lesz benne, tehát tényleg csak a karakternek a mikéntjére, karakter megértésére fókuszál a film. Érdekesség, hogy maga a főszereplőnek a neve, ez az Arthur Fletcher, kicsit úgy hasonlít a Ben Affleckre, ugye Ben Affleck ilyen tiszteletadás, hogy Ben Affleck rendezett volna a Batman filmet, csak ugye elvették tőle, és 21-ben majd Matt Reeves-től kapunk egy Batman-t, ahova az új főszereplőt is megtalálták Robert Pattinson szerepébe. A filmhez hatalmas nagy nyitányt várnak, 90 millió dolláros nyitányt. Ugye ezzel kapcsolatban a költségvetést, ugye a stúdiót úgy lehetett meggyőzni erről a filmről, hogy csak 55 millióban megállt a film költségvetése. A Velencei Filmfesztiválon 8 perces álló ováció fogadta, valamint a fesztivál fődíját és az Arany Oroszlánt megnyerte a film. Joker. Cinemagenda New című műsorunk végéhez érkeztünk. Októberben újabb filmalkotásokkal folytatjuk, melyeket akár a Fontana Filmszínházban is megtekinthetnek majd.